Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható június hónapban a víz elemében születetteknél? Ide tartozik a rák jegye, a skorpión jegye és a halak jegye. A víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Mars bolygó jelenti a te erődet, vagy a lelki társadat, vagy egy férfid. Mars bolygó a halak jegyében van a víz elemében, tehát ez a férfi most kimutatja az érzelmeit. Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, de kihathat egy bírósági ügyre is. Hiszen Jupiter bolygó szimbolizálja az igazságot, de kinyitja a szemünket olyan dolgok felé is, amit mi igazságtalannak tartunk. Jupiter bolygó szintén a halak jegyében van, és Jupiter bolygó itt nagyon erős, hiszen uralkodik a halak jegye felett. Neptun bolygó az indiai számítás szerint szintén a halak jegyében van, és Neptun bolygó szintén uralkodik a halak jegye felett. Tehát nagyon erős itt a halak jegyében. Jelenti az intuíciót, az inspirációt, a vágyakat, az elképzeléseket, az álmokat, és ha hiszel ebben, akkor ez az álom megvalósulhat. Mindhárom bolygó jó hatással van a víz elemében születetteknél. Tehát kihat a skorpión jegyére, kihat a rák jegyére is. Mi most csak azt tekintjük meg, ahol a napod van. Tehát az aszcendentust és azt, hogy hol van a holdad a horoszkópban, azt nem nézzük meg, mert akkor olyan komplikált lesz minden. Csupán azt tekintjük meg, hol van a napod melyik jegyben. Az indiai asztrológia szerint. Ha tudni akarod azt, hogy melyik jegyben születtél, akkor a felvétel alatt ott van egy tabella, ahol utána nézhetsz. De visszatérve a júniusi horoszkóba. Merkur bolygó a bika jegyében van a föld elemében, és a föld eleme és a víz eleme barátságban van egymással. Tehát Merkur bolygó jól hat ki a halak jegyére, ezek lehetnek kapcsolatok, tárgyalások, beszélgetések, szerződések. Merkur bolygó jól hat ki a rák jegyére is, itt is lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. A skorpión jegyével szemben van a bika jegye és Merkur bolygó, itt tükröződik valami. A skorpión jegyében születetteknél fontos, hogy bepillantsanak ebbe a tükörbe. Mi tükröződik? Ki akar beszélni veled? Ez a szemben álló pozíción, ez olyan, mint egy mérleg, tehát nem csak a tükröt jelenti, hanem a mérleget. Itt mérlegelni kell a dolgokat, kell az egyensúly, ne túl sokat beszélj, de ne túl keveset, keresd a kapcsolatokat. Vénusz bolygó az kihat a szerelemre, hiszen szimbolizálja a szerelmet. Vénusz bolygó az a kos jegyében van, a tűz elemében. Ez jól hat ki a halak jegyére, hiszen a halak jegye és a kos jegye szomszédok. És mint jó szomszédoknál, itt megvan a bizalom, megvan a közelség, és Vénusz bolygó a kos jegyéből, a tűz eleméből megajándékoz téged a melegséggel. Tehát ad egy kis tüzet számodra. Vénusz bolygó nem hat ki jól a rák jegyére,
itt vannak nehézségek, ami a párkapcsolatot, vagy egy bizonyos hölgyet illet, itt kell egy kis türelem, amíg Vénusz bolygó áttér a bika jegyére, és akkor javulni fog a helyzet. Ami a Szkorpión jegyét illeti. A távolság a Szkorpión jegye és Vénusz bolygó között jelenthet különbségeket, vagy bizonytalanságokat. De azt is, hogy ne húzódj vissza, ne várj arra, amíg másik jelentkezik nálad, és érzelmekről beszél, hanem keresd a kapcsolatot. Június 14-én teli hold van, és egy teli hold megvilágít mindig valamit. Ennél a teli holdnál változásokról, megújulásokról van szó. Itt kihat Antares. Antares, ez egy királyi csillag. A régi arab asztronómusok úgy mondták, hogy Antares az a Szkorpiónnak a szíve. Antares lefordítva azt jelenti, hogy győzni kell Áresz ellen. És Áresz az a háborúnak az istene. És Áresz nem más, mint Mars bolygó. Antares az ellene van. Tehát lehet az, hogy a politikában változik valami, hogy valaki vagy valami a háború ellen van, és lesz így egy olyan irány, ami kiváltja azt, hogy minél többen vagyunk, aki kívánja azt, hogy ez a háború véget érjen, és legyen béke. Június 29-én új hold van az ikrek jegyében. Új hold az azt jelenti, légy visszahúzódó, gondolkodj el valami felett, meditálj valami felett, itt kapcsolatokról van szó, kommunikációról van szó. Június 3-án Merkur bolygó megáll, utána előre halad. Az azt jelenti, hogy ezen a napon megállnak ugyanaz események, de lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Június 5-én Szaturnusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Ezen a napon állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el azon, hogy milyen döntéseket kellene hoznod, ami befolyásolja a sorsodat, a sors utadat. De mivel Szaturnusz bolygó utána visszafele tekint, te is tekints vissza a múltra. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, és ez lesz ez a sors döntő találkozás vagy változás. Június 21-én a nap eléri a napi pontot, itt is lesznek változások, lesz egy új kezdet. Ezen a napon készítek egy nagy szertartást. Részt vehetsz ezen, mint energiai egyensúly. A díjam 3500 forint. A téma, hogy legyen egy új kezdet, legyenek változások. Június 29-én Neptun bolygó megáll, utána visszafele halad. Neptun bolygó jelenti az álmaidat. Ezen a napon gondolkodj el, mi a célod, mit szeretnél megvalósítani. De azért te is tekints vissza a múltba. Mit kellene megőrizni, milyen emlékeket, kapcsolatokat, vagy mit kellene lezárni. És most megtekintjük ezt a jóslást. Ez egy általános kirakás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, a díjam 3500 forint, akkor azon egyéni, és passzol a te helyzetedre. Itt látható a hold. A hold az jelentheti az anyukádat. Itt mellette megjelenik a beszélgetés, hiszen a madarak ezt szimbolizálják.
Az is lehet, hogy a háttérben van itt egy hamis nő. Az lehet valaki a családból, aki valamit mondott az anyukádnak, de itt hazugságról van szó. Amit a hold még jelenthet, hogy itt te megkapsz valamit, itt lesz egy hír, és ez kihat a munkádra, kihat a hivatásodra. Itt lehet egy munkahelyi szerződésről szó, de vizsgáld át a dolgokat, mert itt látható a hamisság. Valami nem stimmel. És itt egy vonalban megjelenik a felhő, tehát valami itt átláthatatlan. És ez a kígyó jelentheti a gyógyászatot ezen a területen, hogy ezen a területen dolgoz, vagy jelenti a megújulásokat, de mint mondtam, lehet egy nő is. De itt van a hamisság. Ez a nő kihasznál téged, vagy hazudozik, becsap téged. Ez lehet itt összefüggésben az anyukáddal, valaki a környezetedben, vagy lehet a testvéred is, hogy valamit közöl az anyukáddal, és ez nem a valóság, de ez a kígyó kihathat a munkádra, a hivatásodra is. Tehát ebben a környezetben is megjelenik ez a hamisság. Itt ez a fa jelenti azt, hogy itt rendeződni fognak a dolgok. A fa jelenti a gyógyító erőt, ugyanúgy, mint a kígyó is, tehát utalhat a gyógyászatra. Lehet, hogy ez a hivatásod, és itt lesz egy munkahelyi szerződés, de azért figyelj oda a részletekre, mert valami itt nem tetszik nekem, tehát itt vannak hamisságok a háttérben, az is lehet, hogy ez a döntés nem lenne előnyös számodra. Amit a fa még jelent, hogy szeretnél odaérkezni az életedben, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni. De itt van egy rossz indulatú nő a háttérben, aki figyeli az eseményeket, és nem akarja azt, hogy te elérd a céljaidat. Az lehet, hogy te ismered ezt a nőt a múltból, hiszen mindkét kártya a nő mellett utalhat a múltra is. A hegy az jelenti a téli hónapokat, és a felhő az jelent fél évet. Gondolj vissza arra, hogy mit hogyan éltél át a téli hónapokban, vagy fél évvel ezelőtt. És itt ez a koporsó jelenti a múltat, tehát ezt a régi kapcsolatot, vagy ezeket az eseményeket. Szerencsére megjelenik itt ez a kártya, az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a hegyet, a problémákat, a nehézségeket, különösen ami a munkádat, a munkahelyet illet. Az egerek eltávolítják ezt a hamis szemét, és az egerek, és ez a koporsó lezárja a felhőt, azokat a dolgokat, ami eddig számodra átláthatatlannak tűnt. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy a képen. A fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt tisztázódik valami, szerencse lesz, különösen ami az anyagiakat illeti, ez lehet nyeremény. Előre mennek a dolgok, itt lesz egy kellemes meglepetés vagy ajándék. Ez a kártya jelentheti a sportot, a mozgást, vagy egy autót is, és mivel itt van a kártya, ami a pénzt jelenti, ez lehet egy autó eladása, vagy egy autó vásárlása is. Fölötted ez a kép, a csillagok utalhatnak asztrológiára, egy spirituális területre is, és itt van a mozgás, előre mennek a dolgok,
itt ez a virágcsokor, az lehet egy magánvállalkozás is. Ha ezt tervezed, akkor ez számodra pénzt hoz. Itt a csillagok, a szerencse és a pénz lehet egy nyeremény is. A lelki társad, vagy ha egy férfi vagy, akkor itt vagy a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt lehetnek a gyermekek, és ez a hölgy, a kapcsolatok, vagy ez a gyermek jelenthet egy új kezdetet is. Itt a gólyák utalnak változásokra, ugyanúgy, mint ez a kereszt, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. És akkor ez a kisfiú szimbolizál itt egy új kezdetet, és itt van a kapcsolat. Ez a gyűrű jelentheti azt is, hogy ő visszatér hozzád. Előtte van a szív, ami összeköt itt benneteket, tehát itt szerelemről van szó, ami szerencsét hoz, és a nap jelenti a vonzó erőt kettőtök között. És akkor a kereszt egy kármikus kapcsolatot, amikor a sors utatok itt kereszteződött. A háta mögött itt van ez a kasza, ő lezár bizonyos kapcsolatokat. Amit a kassa még jelenthet, hogy bizonyos dolgok úgy alakulnak júniusban, olyan pillanatban, amikor nem számítottál rá, tehát olyan hirtelen jön. És akkor itt vannak a változások, a szerencse, a vonzalom, a szerelem, az új kezdet, és ti ketten ebben a kapcsolatban. A gólyák és a gyermek jelenthetik egy kisbabának a születését is. Mivel megjelenik itt a gondolataiban, lehet, hogy ezt tervezi, ezt szeretné. Alatta vannak, illetve te alattad is, mindkettőtök alatt az utak. És az utak ugyanúgy, mint ez a kereszt, jelentik a változásokat és a döntéseket. Itt a párkapcsolatról van szó, egy kármikus kapcsolatról, és itt látható a szerencse, ez a kártya jelenti a te nőiességedet, a szépségedet is. Amire az utak még kihatnak, ez az otthon, vagy egy ingatlan. Itt is lesznek döntések, és itt látható már a kulcs ehhez a házhoz. És a gyűrű jelentheti a szerződéseket is. És ha ez így van, hogy ő ebbe az irányba tekint, és szeretne változásokat az otthont illetően, az lehet egy közös otthon tervezése, vagy egy költözködés is. Itt van a szép környezet a ház mellett, és itt látható a medve, ami jelenti az erőt, tehát ez az otthon erőt ad mindkettőtök számára. Ő lezár bizonyos kapcsolatokat. Mögötte van a sarló, és itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat. Itt akkor lezárja ezt az ajtót, tehát nem mindenki jöhet hozzá, de úgy hirtelen lesznek más kapcsolatok is, mint például te, hiszen megjelensz itt a gondolataiban, és akkor az azt jelenti, hogy itt kinyílik az ajtó, lesznek új kapcsolatok, barátságok, vagy látogatás, vagy meghívás. Itt ez a kártya, a hajó jelenti a reményt, tehát megvan arra a remény, hogy az otthonodban, a párkapcsolatban javuljon valami. Amit ez a kép még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások. Sőt, az is lehet, hogy itt az utak a kettes számot szimbolizálják, tehát két ingatlan, az egyik az otthonod, a másik az lehet egy ingatlan külföldön. És akkor itt van a lehetőség, hogy kinyíljon erre ez az ajtó. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét június hónapban itt látható. Ami a munkát illeti és a szerződéseket,
itt valami nem stimmel. Itt vannak még korlátozások, de hamarosan lesz itt változás, a gólyák utalnak a változásokra, itt kisüt a nap, rendeződnek a dolgok. Lesz egy kellemes meglepetés, előre mennek az események, itt tisztázódik valami. A munkát, a hivatást illetően, de ez a torony jelenthet egy bírósági ügyet, vagy hivatalos dolgokat is. Itt lesz segítség, erre utal itt ez a virágcsokor, ez úgy jön, mint egy ajándék, és akkor megvan itt a kommunikáció, és a hold jelentheti azt is, hogy te ezt megkapod. A hold a szimbolizálja az érzelmeidet is, és akkor itt meg lesz a könnyűség, előre mennek a dolgok, tisztázódik valami, a csillagkép az szerencsét hoz, azt is jelentheti, hogy ez a szerelem megvan írva a csillagokban, tehát ez a találkozás nem volt véletlen, és te is így gondolod, ő is így gondolja, és a halak nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem az érzelmeket, az értékeket is. Te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra. Itt akkor mély érzelmekről, egy lelki kapcsolatról van szó. Előfordulhat, hogy lesz itt munkahelyi változás, és itt van a beszélgetés, a szerződés, de azért légy óvatos, mert itt valami nem stimmel. Második hét, június hónapban itt látható. Keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni, le tudsz horgonyozni. De légy óvatos, mert a háttérben megjelenik ez a hamis nő, aki figyel téged. Az is lehet, hogy befolyásolja az anyukádat. Itt lesznek szerződések, vagy egy hír, de ezzel a levéllel ez a nő meg akar sérteni téged, hiszen itt vannak a fájdalmak. És ez a kígyó, ez a nő egy vonalban áll ezekkel a kártyákkal. Itt a képek jelentik az ő terveit, az ő gondolatait, és itt van ez a hamisság, a nehézségek, és ő ennek tudatában van. Mivel itt van alatta a kutya, ami a barátságra utal, az lehet egy barátnő, persze egy kolléganő is, azt is jelentheti ez a kígyó, hogy barátságosan közeledik hozzád, de rossz szándékokkal. Láss át ezeken a dolgokon, és akkor így rendeződik itt valami. Ennek a fának van gyógyító ereje is. Lehet a hivatásod is ezen a téren, vagy ezen a téren vannak a hamisságok. Te állsz itt a középpontban, lesznek jó kapcsolatok, egy új kezdet, változások. Itt ez a kereszt jelenti a hitedet, vallási témákat, egy spirituális területet, vagy a sors utatokat, hiszen a sors utatok itt kereszteződik. Harmadik hét, június hónapban. Mindkét kártya a múltra utal, a téli hónapokra, vagy arra, mi történt fél évvel ezelőtt, a kígyó jelentheti a mellékutakat, vagy egészségügyi témákat, itt voltak nehézségek, lehet, hogy beteg voltál, vagy valaki beteg volt a családban, de ez a kígyó lehet egy hölgy is. Sajnos itt van ez a rossz indulat, ami viszont jó, hogy a koporsó ezt le tudja zárni, holott a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, és akkor itt megvannak a problémák ezzel a nővel, és itt vannak a szerződések, tehát figyelj oda a dolgokra. Ami viszont előnyös, hogy az egerek eltávolítanak bizonyos kártyákat, eltávolítják ezt a csendet, a nehézségeket, ezt a felhőt, ami átláthatatlan volt, és el tudják távolítani ezt a nőt. Miután ez megtörtént, akkor kisüt a nap az életedben, ami szerencsét hoz,
különösen ami az otthonodat illeti és a szerelmet, ez a férfi gondol rád, boldog veled, és hirtelen lesznek itt változások, ami mindkettőtöknek erőt ad, szerencsét hoz. Itt van az, hogy a középpontban álltok a nyilvánosságon, megkapjátok az elismerést. Szerencse a szerelmi élet területén jelenti, hogy ő boldog veled. A könyv az utalhat a tudására, de arra is, hogy ez a nő valamit eltitkol előle. Utolsó hét június hónapban itt látható. Itt van a remény, a nyilvánosság, az elismerés, az életerő. Ez a kártya jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Egy régi barátság lezárul, hiszen az egerek eltávolítják ezt a barátot vagy barátnőt. És akkor itt megvan az életerő, itt vannak a döntések, ő is lezár bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, és az utak jelentik, hogy változások lesznek az otthont illetően, itt van a kulcs a házhoz vagy a lakáshoz, amit a kezedbe vehetsz, vagy utalhat egy közös otthonra is. Az utak egy vonalban állnak a szívvel, a szerelemmel, itt vannak a döntések, vagy egy sors kapcsolat, és itt ez a virágcsokor szerencsét hoz, itt lesz mozgás, változás, egy új kezdet, és a nap jelenti azt, hogy megvan ez a vonzalom kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rád!